Уже традиційно у селі Гече, що на Бергівщині, відбувся фестиваль сливового лекварю. Щороку на цю смачну та колоритну подію приїздять туристи з усієї області. Чим пригощають своїх гостей місцеві мешканці та як зберігають свої традиції – дивіться далі. A 11. mezőgecsei lekvártfőzőn vagyunk. Gyakorlatilag a rendezvény arról szól, hogy hogyan főzik mezőgecsében, illetve a környéken a szilva lekvárt. Ez egy speciális cukor nélkül készült étel, ami nagyon népszerű a vidékünkön, és azt szeretnénk minél többen megismernék ezt az étel különlegességet, és minél többen ellátogatnának ide hozzánk. A lekvártfőző fesztivál mellett az idén szervezünk egy vásárt is, amiből hagyományt szeretnénk szintén teremteni, de minden hónap utolsó szombatján tervezzük a mezőgecsei vásárnak a megszervezését is. Hát a cél az, hogy eleve visszahozni a családoknak a hagyományok közé a lekvárfőzést, illetve az, hogy ebből egy termék legyen, egy kárpátaljai termék, amelyet minél több hozzánk látogató turista keressen. Hála Istennek, a 11 év során már elértük azt, hogy mezőgecsei lekvárnak aznak neve van, és aki mezőgecsében van, az mindenki akar venni egy legalább egy kis üveglekvárt. A kárpátaljai termékeknek a védjegyét azt a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének az ifjúsági szervezete hozta létre. Ugye annak volt a Beregszászi Városnapon volt gyakorlatilag a bemutatója. Ugye több olyan kárpátaljai termék van, amely már ezt a védjegyet megszerezte, és ugye az a célunk, hogy minél több, tehát minden termelő, aki Kárpátalján valamilyen helyi terméket termel, az vagy előállt, az bekerüljön ezeknek a termékek a listájába. A mezőgecsében is még más településen szerveztünk falunapokat, de úgy gondoltuk, hogy a falunaptól több kell, és ezért helyi hagyományhoz nyúltunk vissza. Ugye a böllérverseny az a böllérkedés, a disznó húsfeldolgozásával kapcsolatos, illetve a lekvár főzés, ami szintén mezőgecsében egy hagyomány, azt szeretjük volna bemutatni, és hogy abból nőtte ki magát egy fesztivál. Mi az önkormányzat csapatától vagyunk itt. Reggel 6-tól jöttünk ki, avval kezdtük a napot, hogy megmostuk a szilvát, azt 3 lépből mossuk, aztán kimagozzuk, és töltsük fel az üsbe. És folyamatosan az üsbe, amikor már belemegy az első adag szilva, folyamatosan adjuk hozzá a nyers szilvát. Aztán, mikor már belekerül az utolsó szilva is, már az a nyers, akkor utána attól számítva egy olyan 10 óra hosszát kell még főznünk, hogy lekvárt kapjunk belőle. Hát ez egy nagyon régi hagyomány, a nagymamáink is készítették a szilvát, nagyon egészséges, és a mai napig is a faluba is több helyen így üsbe készítenek. Már most nem annyira jellemző, hogy minden háznál, minden udvarnál, de még mindig vannak, akik így hagyományosan készítik. Még most ilyenkor az elején még nincsen probléma, mert még most ezt könnyen lehet kavarni, majd már amikor már kezd sűrűsödni, akkor már sűrűbben kell váltogatnunk egymást, mert az már megerőltető a kéznek. Amíg a feleségem lekvárt szeretne venni, de mondtam, hogy az még itt nem lesz, az még csak most föl. Hát már szőlőt vettünk a bejáratnál, hát kisonokámmal vagyok itten, és a nejemmel, hát nyilvánvalóan megkóstolunk valami pecsenyehúst is, vagy sült húst, vagy saslikot, úgyhogy szórakozni jöttünk. Szerettünk volna, sokkal több versenyző lett volna, 6 csapat szerepel, 100-100 kiló szilvát dolgoztak fel, 3 fajta alapanyagú szilvából készül a mai termék. Mi szerettük volna, ha nem tudunk a szilva, mint régen felénk, ugye nem tudom szilvából készültek ezek a lekvárok, de ugye annak általában az érés ideje most már akkor elment, de viszont 3 fajta szilvát kapott mindenki, és 100-100 kilót, ebből dolgoznak a mai rendezvényen, és ahogy elnézzük, nagyon szépen haladnak. Megtörténtek a mosások, oda tették sziberézés, és most már a sűrítési folyamatok zajlanak. Hát remélem, hogy kora délután akár eredményt is tudom kérni.
régi nagymamáink mindig is így csomagolták, hogy vagy szilkébe, vagy még fateknőbe is szokták kiszedni a lekvárt, de mi maradunk a hagyományosnál. Most meg is lehet tőlünk vásárolni szilkéstől. Két napja főztük, ötféle szilvából, mert a szilkében szellőzni tud a lekvár, és ez amiatt teljesen praktikusabb, és csak úgy letették, egy újságpapírral lefették, semmi extra dolog nem volt hozzátéve, és ebből szedték ki. Most ez egy kisebb szilke, de vannak nagyobb szilkéink is, amiben hát egy fél adag jócskán belefér, 5-6-7 kilós szilkéink is vannak, ugye az praktikus, hogy amikor kész van a szilvalekvár, akkor beletettük és kész. És azokat majd úgy vagy kicsomagoljuk, vagy hogyha úgy kérik, mert van, aki úgy kéri, hogy szilkét. Vannak olyan vásárlóink, akik hozzák a szilkéjüket, régi nagymamától örökölt szilkét, és megrakjuk neki. A gecsei lekvárfőzőről hazamenni szilvalekvár nélkül nem szabad. Csak nehéz. Nincs is ilyen szándékom. Így van. Úgyhogy vissza kell jönni, meg kell kóstolni, akkor már hát, ha tetszik tudni kóstolni, és akkor el kell vinni mindenképpen. Még zárás előtt. De hogy így legyen. Itt vagyok folyamatosan. Így legyen. Várjuk szeretettel.